Thank you.
más út, nincs más kéz, miértünk nyúl, a szomjas vagy, nincs más út, Jézus az egyetlen. Szeretettel köszöntök mindenkit, örvendek, hogy itt lehetek köztetek. Ezen a vidéken nem erős jártam, úgyhogy ha megtudtam, akkor örömmel mondtam igen, hogy találkozhassunk. Nagyon tetszik, hogy önelfogadás, mert tényleg valóban a mai világban mindenki mindenkinek kötekedik, még saját magával is. Soha nem vagyunk megelégedve azzal, ami van, ahogy van, hogy lehetne jobb és szebb is. És én azt gondolom, hogy szegény mennyei atya lenéz ránk a mennyek országához, és hát mit érezhet? Ugye, hogyha karácsonyra mi készítünk valakinek egy kis csomagot, ajándékot, és persze, hát a kis fizetésünkből, nyugdíjunkból, amit telik, összerakjuk, és akkor berakjuk a karácsonyfa alá, és az kibontsa, mama, csak ennyi. Hogy esik nekünk, ne? Hát hogy esik a mennyi atyának, ha mi állandóan szívjuk ezt a világot, magunkat, keresztény Európát? Vajon valóban tényleg olyan rossz ez a világ? Vajon, ugye sokszor még a főpapjaintól is azt halljuk, hogy ez ilyen posztkeresztény, és fogyunk el, és hogy dől össze a világ, és hogyha nem is a bozott tűzbe, akkor talán a koronavírus, de az valami csak el fog pusztítani bennünket, de mindenképpen tartós tehet, már nem érdemes. Na hát, ugye, sokszor ez a félelem ugye a szívünket is összeszorítsa, és az azért veszélyes, mert félrevert haragok zaj mellett, a fiatalok nem mernek családot alapítani, gyereket vállalni, összepakolnak, és elmennek. Én azt gondolom, hogy magunkat is, egymást is meg kell nyugtassuk. Vajon Isten 2000 év alatt a megváltás óta karmatett kézzel nézi, hogy mi vergődünk össze-vissza? Én azt gondolom, testvéreim, nem.
Szentírásban benne van Jézus, azt mondta, atyám, én máig munkálkodik, és én is munkálkodok. Tehát én, hát az, hogy mi papok, vagy lelkészek, vagy jól csináljuk, de rossz, ezt én nem tudom. De a mennyei atya, a Szent Háromság, az biztos, hogy ezerrel, hát hogy mondjam, építi, szépíti Isten országát. Honnan veszem ezeket? Hát ugye, Jézus Krisztus eljött 2000 évvel ezelőtt, és nem tudom, tudjátok-e, mi volt az első munkanapja? Mivel foglalkozott, mivel kezdte az ő világ megváltásának nagy művét? Írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, világ megváltásának infrastruktúrális fejlesztésében. Nem ez volt. Na hát, csinált egy nagy szószéket, és elkezdett prédikálni. Hát ez sem volt. Hanem, ugye, egyházaink úgy tanítsák, hogy feljött a vízből, keresztelő Szent János jól háromszor bele gübbentette, feljött a vízből, és ott volt két fiatal srác, veletek egyidős, tizenéves, legények, még a nevükön is tudjuk, András és János, Mester Rollosz, na gyertek, nézzétek meg! Hát azért nagyon tetszik azért, mert Jézusnak volt humorérzéke, én beírtam a keresőbe, hogy azért Jordán folyó, Názáret, 52 kilométer. Hát jó séta lehetett, azt írja a Szentírás, aznap ott is aludtak. Hát nem is csodálom, hogy nagy mertőben nem támad. De úgy szeretem magam elé képzelni ennek a történetét. Ennek hárma, Jézus 30 éves, suhalapac. Két fiatal a legényel, megérkeznek. Édesanyám, Mária, gyere, hoztam két titán, beliváltam meg a világot, valami. Vacsorának van, nincsen, olyan éhesek vagyunk, kis hagyma ez a... És hát Szüzanya ad egy puszit mindegyiknek, aztán bemegy a konyhába, hogy elkezd sertepelni a fazakak között, közben Jézus hoz egy kancsó, volt, na fiú, koncincsünk, mossuk le az útkorát, na, tényleg, amennyi, hogy azért küldött, váltsa meg ezt a világot, de nem nagy ügy, nem kell itt megijedni. Egyszerűen elmegy minden emberre, és elmondjuk, hogy sokkal jobb békében, jó testvérekként szeretetbe élni, mint veszekedni, civakodni, háborúzni, borzasztani. Na, megtanítsuk az embereket a szeretet parancsára, jöztek, igen, nagyszerű buli, mama kész a tojásra adotta. Én gondolom, hogy így történt ez az egész dolog. Ez volt, igen, és elindult az evangélium hirdetése. Most akkor valami nyoma ennek van, kérdés, feltehessük. Mert annyi negatív, annyi rossz hír van, hogy borzasztó. Tudjátok, a gonosz félek, ő nem telt róla, ő meg van győződve, hogy mennyi élt egy pancser. Rossz világot felettek. Ez össze fog dőlni. És ezt próbálja is velünk elhitetni. És sajnos nagyon sokszor mi a gonosz féleknek szócsövei vagyunk, és hát, televízió, rádió, az újságok ezt nyomják ezerre, hogy milyen rossz világ van. Jézus szerintem három értéket hozott közébe. Az első talán az lenne, hogy beszéljük meg a dolgainkat párbeszéddel. Tehát ő is ugye nem parancsszóra, nem, ugye meséltem ugye András és János, de folytathatnánk tovább a többieket is. Megszólítsa, párbeszédet folytat. Szentmoszi tanítványok, többiekkel. Jézus leül, ugye, hosszú kilométreket tud gyalogolni velük, megismeri, párbeszédet folytat. Na vajon a mai világban megvan-e ez a párbeszédre való készség? Nemrég ugye Európában 500 millió ember egymásnak feszült. Szavaztam. Mindenki kampányol. Tele volt plakátolva, gondolom még az örök faluja is, igaz? És volt, akinek tetszett a végeredmény, volt, akinek nem, lett egy választás. És felálltak a bizottságot, és Európát megy tovább, nem? És nem halt meg senki. Nem folyt végre. Óriási. 500 millió ember, és tétje volt ennek a választásnak. Óriási dolog. És ha valaki azt mondja, hogy ez semmi, hát akkor én mondanám azt, hogy menjen el egy nem keresztény országba, például Törökországba, és Erbil, ugye ott van
vagyis ilyen Erdogan miniszterelnök, vagy államelnök úr, és mondja el neki, hogy szerinte a kurd politika lehetne más is, nem? Mások hosszan tudja mondani, hogy mutatás. Vagy menjen el Kínába, az se egy keresztény ország, és mondja el, hát úgy tudjuk, hogy itt él vagy 12 millió újból testvérünk, és mi azt szeretnénk, hogy nem hiszem be tudja fejezni a mutatást. Hát én azt gondolom, hogy igen, keresztény Európában van párbeszéd. És az emberek megbeszélik a dolgaikat, és sokszor azt is megbeszélik, amit nem kellene. Mindenki bátran szólhat. Gyerekeim, ugye SMS-ben mindenféle írnak, nem jön a fekete dubó, hogy elvigye őket. Beszólunk egymásnak is, másnak is. Sokszor tényleg az ember kap hideget, meleget, de hál' Istennek, béke van, nem folyik béke. Ez óriási dolog. Vagy ott van ugye azt, hogy Krisztus mit hozott hozzánk? A szeretet parancsával. Vajon hogy állunk a szeretet parancsával? Rosszabbul, mint 1000 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt? Én azt gondolom, messze menően sokkal jobban. Utaztam az úton, és történt egy baleset. És ugye, mint pap, oda mentem a helyszínre, hát egy férfi forgalommal szembe ment, összekölt 3 autót saját magát, és engem meglepett, hogy 10 perc alatt ott volt legalább 20 szakember. Voltak tűzoltók, vágták szét az autót, próbálták kimenteni az illetőket belőle, voltak mentők, orvosok, stb. Ott sürgülöttek, forgalottak, mindjárt vitték is a kórházba, akiket ki tudtak szabadítani. És hát rendőrök ott van, villogtak, csillogtak, mit tudom, jól felszerelve. Testvéreim, ez 21. században a szeretet, a szolidaritás neve. Mert óriási dolog, hogy adót fizetünk, hogy összefogunk, és van közoktatás, van közvilágítás, van köz biztonság, és folytathatnánk tovább. És persze erre mondhatod azt, hogy ez nem is olyan nagy dolog. Hát én voltam Szíriában, voltam Irakban, voltam Afrikában, például Kongóba elmész, 2 milliós nagyváros Nujibá, egy szerzetes testvére ott dolgozik, szemorvosként, és nincs villany, nincs közvilágítás, semmi, tehát semmiféle villany sem. Nincs közbiztonság. Hát a templom körül, hát ugye ott a mert nincs biztonság, hát 3 méteres kerítés, tetején ilyen üvegszilánkok állnak ki, és a fölött még 3 ilyen hosszú tekers, NATO szöges drót. Minden. És azzal kezdődik bizalotta, hát az Isten tiszteletre szemüse, hát hogy előre fiúk. Nem minisztrásnak öltöznek, de a golyóállam mellényt vesznek magukra, és kivennek a templom körül, és felveszik a lőállást, akkor jönnek a hívek, és elkezdődik az Isten tisztelet. Miért? Ott nincs egy 112, hogy ha rád támadnak, hogy kijön a rendőrség. Hát hogy megvéded magadat, vagy nem? Igen. Tehát én azt gondolom, ez a keresztény Európában, hogy most biztonságban vagy, hogy nyugodtan el mertünk ide jönni, és nincs fegyver nálunk, és nem tudom miféle. Térgyen állva kellene a Jóistennek megköszönni. 2000 évvel ezelőtt Jézus meghirdette a szeretet parancsát, és én úgy gondolom, hogy igenis azóta épül a szeretet parancsa. Ugye Afrikában mondják, hogy hát 4-5 másodpercenként éljen van egy ember, és 5 halott közül bizony 4-5 évnél kisebb gyermek. És én tudom, elmondhatom önöknek azt, hogy több mint 6000 árva gyereket fogadtunk be az elmúlt közel 30 év alatt, és az utóbbi biztos 10 évben olyan kérés nem jött, hogy mi azt ne tudtuk volna teljesíteni. Az elején még volt, amikor annyi jelenkező volt, hogy nem győztük. De azóta, ha valaki keres bennünket, elmény, megnézzük, és a reális a probléma, meg tudjuk oldani. Hát nem, hogy nem hal éhen senki Erdélyben, vagy Kárpát-medencében, hanem hál' Istennek, mindenkinek van lehetősége iskolába menni, hát aztán mennyire élünk a lehetőséggel, hogy más kérdés, de ugye a tanáraink megterítik a, hát a tudás asztalát mindannyiunknak.
óriási dolog, testvérek. Tehát az a szerzetes testvérek szemorvos, és ha hiszik, ha nem, egy Európa méretű területen egyedül ő, aki szemműtéteket végez. És bizony vannak olyanok, hogy évig várnak sorukra, hogy hát ő arra járjon, és persze felszereléssel, mindennel, az őserdővel meg tudja működni. Igen, testvérek, keresztény Európa. És aztán Jézus még mit hozott közé? Hát az irgalmat, az felebarátni szeretetet, hogy 70-szer, 7-szer bocsássunk meg egymásnak, hogy tudjuk elfogadni egymást. Most olyan öröm van a szívemben, mert megjelent az én szervezésem az első, hát könnyű zeneklip, én sem mondottam volna életem, hogy ilyet tudjuk csinálni, de nem is az a lényeg, hogy megjelent, hanem akik csinálták. A Balassa gyarmati fegyencek. Elkezdtünk járni fegyházak, ugye szegény apámat is bezárták, annak idején politikai okokból verseket írt, és hát ugye abban az időben a kommunizmus alatt, hogy a Securitate úgy, ő folytatta a műkritikát akkoriban, ez a verseny kapott 7 évet, és valahogy ezért mindig is vonzódtam az elítéltéhez. Amúgy Jézus azt mondta, börtönben voltam, és meglátogattatok. Na hát, több börtönben is jártam, Balassa gyarmati fegyencekkel jobban összebarátkoztunk, van egy nagyszerű énekkaruk nekik, kiállhatnának ide, biztos, hogy persze nem lehet őket azért meghívni, ilyen csendes napra. És hát ugye benn voltunk, és biztattam, hogy tudjátok, Európában 2,5 millió olyan gyerek van, akinek a szülei börtönben fegyházban vannak. Nem tudom, Romániában mennyi van, de rengeteg. Tehát nem az ő bűne, de az ő büntetése. Na és biztattam ezeket a fegyenceket, a mi gyerekeink is énekelnek, ti is énekeltek. Csináljunk egy szép kis CD-t, prédikálunk, és karácsonyra meglepjük a gyerekeiteket. És ha hiszik, arra meglepjük a CD, Hangbazár Szabadság, ez a neve, talán nem tudom, Marikánál van-e még belőle, de megjelent, és odaadtuk a gyereket meg. És a rabok úgy fellelkesedtek, hogy csináltak egy musical, Szent Adorján életével kapcsolatosan. Tudjátok, a fegyenc az, aki legalább 10 évre be van zárva, tehát nem kis pályás. Tehát, hogy mondjam, például az egy a próbán, nem voltam ott is, ott volt a Szent Adorján, egy római katonatiszt, és igazából Maximilianus császár idején, hát Adorján, az ő katonatisztje, megtér, és bejelent a császárnak, a többet nem üldözi a keresztényeket, csak aztán ő is részesül a császár kedvességében. Na, de amikor bejelenti a császárnak, hogy hát ennyi volt, többet nem fogok én üldözgetni keresztényeket, a császár felállás, mondja, hát ez nem szép, nem tud. Mondtam, nagyobb átéréssel, haragudjon. Az egyik rab megveregette a vállam, és azt mondja, csak ne biztassam, hogy felmérgelődjön, mert mikor, mikor felmérgelődjön, kettőt megöl. Ilyen típusú, hogy kaliberű színészeim voltak. De ennek ellenére nagyon jól sikerült, és ha hiszik, hanem megengedték, és kivittük Budapesten a József Attila színházba, 500 előadó, szóval néző előtt előadták a színdarabjukat, és tényleg az utolsó dalt állat tapsolta mindenki, és az olyan jó volt látni karácsony előtt, december 20-án, hogy igen, a rabok hirdetik az evangéliumot az embereknek, és hát ebből az utolsó számból lett ez a klip, Fegyencek himnusza címen a YouTube-on fel van, úgyhogy ha van kedved, nem most, meg lehet nézni. Igen, azt akartam ezzel elmondani, hogy hát beszéltük a parancsnokkal, hogy 100 évvel ezelőtt ezek közül összes felakasztották volna. Tehát nem lett volna ilyen irgalmas büntetés, mert akkoriban az volt, hogy őről vagy ilyesmi, az szépen felakasszák. Tehát egész társadalmunk átalakult. Jézus Krisztus nem hiába halt meg értünk.
Nem hiába hirdette meg a szeretet parancsát. Én úgy látom, Isten országa épül, kibontakozik, növekedik. Én meg vagyok győződve, hogy mennyi atya, amikor látta például Európa Unióba választanak, és meg lesz a végeredmény, és nem halt meg semmi, senki mondta, hogy fiam, hozz egy üveg pezsgőt, bontsuk ki. Hát ezt szárazon nem lehet meg ünnepelni, hát bingo, csak megérti, képesek ezek megérteni a szeretet parancsát. Igen. Tölts el a szívünket a remény, a bizakodás. Isten országa nem valahol mögöttünk van, nem a múltban van, előttünk van. Merjünk előre nézni, merjünk bízni egymásba, merjünk egymás kezét megtenni. Egy családot alkotunk, és nem csak a szűk kis családunk, vagy nem csak a magyar nép. Itt Kárpát-medencében. Ugye olyan érdekes, ugye, egyik dévai gyerek jön, és azt mondja, december 1-én, hogy Csaba testvér, ma mit ünnepünk, mi nem megyünk iskolába? Na mondom, nem mondtam semmit. Jött egy nagyobb, egy okosabb, azt mondja, te nem ma ünnepeljük, június 4-én ünnepeljük. Na mondom, te az se jó. Na mondom, te amikor szüleidet elváltak, akkor ünnepeltetek? Azt mondja, nem. Hát a kibékülni meg, na azt megünnepelni, az minden évben piros betűs nap lenne. Na mondom, nézzétek, Árpád vezér annak idején volt egy szép Árpád. Ha összefogunk itt a Kárpát-medencére, tündérkert lesz ebből az egész területből. És valahogy képes volt meggyőzni az itt élő avarokat, szlávokat, magyar törzseket, talán minket székelyeket is, legyen ez a történészek dolga, hogy volt, de tény az, hogy térszerződést kötöttek. Nincsen. Történészeket kérdeztem, hogy vannak-e itt a Kárpát-medencében felégetett, mit tudom, városok, falvak, vagy tömegsírok, vagy ilyesmi. Rengeteg honfoglaláskori temetőt ástak ki, de tömegsírokat nem ástak ki. De maga az a tény, hogy mertek menni őseink kalandozni, egész Augsburgig, meg eddig-addig, az azt jelenti, hogy béke volt ide az a nagyjából. Tehát, hogy ki merte volna itthon hagyni, hogy mondja, mobiltelefon nélkül, meg Skype nélkül az ő családját, nem? Elmertek menni annyi időre, béke volt idehaza, nem? És később is, hát ugye rengeteg olyan történelmi, én Szászvárosról jöttem például, és nemrég alattak ott egy szobrot Nikolaos Olaus tiszteletére, aki mellékesen Esztergomi herceg primás is volt, azon kívül szászvárosi román származású ember volt. Miért? Hát azért, mert Mátyás király idejében ez még belefért, egy román ember minden értnek Esztergomi herceg primás, Olá Miklós néve, történelmi személy. És folytathatnánk tovább, rengeteg ilyen példát tudnánk mondani, amikor ugye mi is elfogadtuk más népek ajándékait, és mi is tudtunk más népek számára áldás lenni. És valahogy ez az álom Trianon tájékára összetört, megfakult. És akkor add vissza Bavarodjomot, és Kárpát-medencét jó szét szabdalkát. Na most erre mi lenne a válasz? Hát az, hogy békülünk ki, nem? 100 évig magányba, széthúzásba. Én azt gondolom, az lenne jó, hogyha valahogy békébe tudnánk élni. És tudják, olyan nagyszerű dolog, és azért is értem, hogy elhívjam önöket, Erdő Péter bíboros úr meghirdette az 52. evokarisztikus nagy találkozót Budapesten. És elment Bukarestbe, és meghívta a románokat is, meg a szerveket is, meg a szlovákokat is, mindent, hogy az Úr voltál a körül, Jézus Krisztus szent teste és vére, gyűjtsön össze bennünket. Merjünk egy asztalhoz ülni. Ne a határokkal foglalkozunk, hanem a párbeszéddel. Én nem tudnék egy olyan dolgot mondani, amit külön-külön ezek a területek jobban meg tudnának oldani. De ha összefogunk, ha bízunk egymásba, ha leülünk, azt hiszem minden könnyebb lesz. Én nem azt akarom, hogy anyósom költözzön hozzám, vagy én költözzek hozzá, mindenki aki ott a lakban. De legalább legyünk jó viszonyban, nem? Én azt hiszem értük, amit szeretnénk. És azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, mert most nézi televíziót, hát ugye most mindenki koronavírusról kell beszéljen, holott a legnagyobb probléma az, hogy
közel 100 000 muszlim ott van a görög határon, nem? És nem kopogtatnak, hanem rugolják be az ajtót. És azt gondolom, hogy ha nem tudunk összefogni, hát akkor kőkövön nem marad. Ha folytatni fogjuk ezt a sok herregést, veszekedést, civakodást, hogy te úgy mondod, hogy keresztény, és én úgy mondom, hogy keresztény, minden. Szeressük egymást, fogjuk meg egymás kezét, bízzunk egymásba. És hogy ön románul mondja, vagy szerbül mondja a Jóistennek a mi atyánkát, az is minden. Keresztények vagyunk, össze kell fogjunk, másképp elveszünk. Én voltam Egyiptomban, Szíriában, megkérdeztem, hogy hát ez tiszta keresztény ország volt, hogy veszett el? Hogy meg mindenki Mohamedá? Hogy van az, hogy most őket, mint űzött madakat, öljük? Kairóban bent, hát egy akkora pont egyháznak, ugye, mert Jézus Krisztus után 5 apostoli egyház jött létre. Antiókiában, Jeruzsálemben, Alexandriában, Konstantinápolyban, Rómában. Több mint 1000 évig ez az 5 egyház volt, és ez az 5 egyháznak kezdtek lenni püspökségeit. És sajnos keresztény egyházak egymással hellegtek, veszekedtek. Egyiptomban elmondták a koptok, hogy bizony fellázadtak Bizánc ellen, nem tetszett neki. És hát a polgárháború dúlt. És ők hívták be muszlimokat az arab félszigetre, hogy segíjenek neki. Aztán olyan jól megsegítették őket, hogy 500 év múlva már Egyiptomnak több mint fele Mohamedán. És 1200-as években a kopt nyelv holt nyelvé vált. És most bemész oda, Kairóban van egy olyan, hogy hát a mártirok múzeuma, egy hatalmas épület, és itt egymás mellett vannak az oltárszerűségek, mint egy szék, támláján ott van a vértanúnak a képe, és ott az ülőhelyen egy üveglap alatt ruhája, cipője, imakönyve, valami. Az utóbbi 7 évnek a mártírjai. Például Szíriában, Homszi egyház megyében voltam, több mint 1000 vértanújuk van, akit a muszlim testvérek segítettek, hát ugye az örök életre. Nagyon szörnyű testvérek, de nem jön ez a televízióból át, de rám is ez vár, ha nem fogunk össze. Tehát ki kell engesztelődni, merdünk kell egymás kezét megfogni. És azt az értéket, amit létrehoztunk, azt, hogy igenis demokratikusan vannak választások. Az, hogy tényleg a szolidaritásnak annyi szép műve van, közoktatástól, a közegészségig, a közbiztonságig, folytathatnak, azok mind a szeretet szép művei. A szeretet parancsának 21. századi virágai, gyümölcse, az irgalom. Ezeket az értékeket meg akarjuk őrizni, akkor össze kell fogni. Na és én tényleg nem tudok jobb ünnepet elképzelni az elmúlt 100 évre, mint az, hogy összegyűlünk szépen, szeretetben, akár Budapesten, és felborulunk. Erdő Péter bíboros úr azt mondta, hogy hát aki eljön, annak ő kifizeti a vonatjegyét, jövet, menet. Milyen szép lenne, hogyha én most úgy van, hogy húsvét másodnapján, hétfőn, 13-án, és örököt is szeretettel látom, Déváról elmegyünk gyalog, ott van egy ortodox kolostor, románokkal megbeszélünk, és őket is szeretném meghívni. Jöjjenek el! Próbáljunk meg kiengesztelődni. Persze mutatják önök azt, hogy naív Csaba testvér, butaságokat beszél. Ugye ennek van precedense. Ugye a 48-as forradalom után hihetetlen nagy volt a gyűlölközés, ugye a népek közötti Kárpát-medencében. Hát hogy mondjam, az osztrák testvéreket olyan nagyon nem szeretik, a Habsburgokat. Na, finoman fogalmazzak. És mégis, hogy volt a kiengesztelődés, a kiegyezés? Nem tudom, mennyire tudják, hogy 1854-ben az akkori esztergomi hercegprímás azt mondta, hogy gyertek fiúk, egyet sétáljunk el Mária Cellbe. Mária Cell
Bécsen túl, az olyan, mint a Csíksomlyó nekünk. És most képzeljék el, hogy 20 000 ember zászlókkal, keresztekkel elindult. Szegény Ferenc Józsefet kiverte a víz, és ami katonája volt, szépen az útszínűnek kiállította. De mikor a helybeli emberek látták, hogy ezek a magyarok mezitláb, imádkozva, énekelve, rózsafűzért mondva jönnek az ő szűzanyájukhoz, akkor elcsöndesedtek, és az emberek kezdték hozni ki az útszínűre gyümölcsöt, érterem, mindegy, és egy nagy népünnepének. És amikor megérkeztek, ott voltak az osztrák főpapok, a magyar főpapok, és együtt imádkoztak, és elindult az a kiegyezés, aminek következtében, hogy megnézem Dés főterétől, elkezdve Nagybánya főterét, a régi szép épületek nagyjából mind a kiegyezés után épültek meg. Miért? Azért, mert ha nem arra megy el a családba, hogy fiú, feleség, herreg, veszekedik egymással, hanem azt, hogy együtt tudják építeni a családot, annak meg lesz a gyümölcse. Ugyanígy gondolom, hogy a kiegyezésnek meg lett a gyümölcse, látjuk a gyümölcsét. Milyen jó lenne, hogy ezt a 100 évet azt mondjuk, na jó, így sikerült, ez történt, nézzünk előre. Fiatalok vagytok, remény útjára kell lépni, bíznunk kell valamilyen szinten egymásba, össze kell tudjunk fogni, és hittel, reménnyel előre kell menjünk. Én meg vagyok győződve, hogy Jézus Krisztus szeretné felépíteni azt az országot, amit meghirdetett. Minden nap a mi atyánkban, mi is, ti is mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Én nem tudok egy olyan Istenbe hinni, aki valami utópiát hirdetett meg, nem? Ez biztos, hogy fel lehet építeni Isten országát. Árva gyerekekkel foglalkozok. Több mint 6 000 gyereket fogadtam be. És azt láttam, hogy Isten selejtett templom. Minden egyes gyerek áldott Isten drága ajándéka. És nagyon sokszor az elején, főleg úgy éreztem, hogy olyan terhet rak Isten a vállamra, ami összeroppanak. De mindig küldött Isten társakat, küldött adományt, és mindig valamilyen módon, hát egy-egy gyereket mondta, uram, most én agyon nem csaphatom, én elhoztam ide elét, mondom, fújj fel, valamit csinálja a Szentlélek Isten, a kicsit a fejét vegyítse össze, mondom, kicsit, itt van ez a lap, írd le, mit akarsz tőle. És mindig megoldódott, mindig volt tovább, mindig, hogy mondjam, tovább tudtunk lépni. Én azt hiszem, hogy van remény, van megoldás, bízzunk egymásba, lelkesítsük egymást. Merjük egymás iránti szeretetünket kifejezni. Ugye Jézus Krisztus egyetlen receptet adott, a szeretet parancsát. Képzeljük el, hogy az egyik házunknál, hát van egy, mindenütt vannak orvosok, persze, írják a receptet, a gyereknek ha kell, ha nem. Na de az egyik ilyen orvos megkeres, és az a csapatos fő nagy baj van. Hát mondom, mi történt? Szóval a feleségem kirakta a szűrőt a házunk, be se engedett. Hát meghallgattam, mi történt, hát mondom, én a feleségednek adnék igazat. Szóval, hát azt mondja, akkor vége a házasságnak, hát azt mondom, nem. Hát ugye te is, hogyha valaki beteg, nem azt mondod, na, hogy vegyen meg a szemfödelet, hanem orvos, receptet írzunk. Sűrögsz, forogsz, valamit csinálsz. Hát mondom, mi? Akarod írjak egy receptet neked? Azt mondja, erre. Hát mondom, erre is van recept. Hát azt mondja, írjak. Hát mondom, hogy 21 szál vörös rózsa, minden reggel, ott a kilincsen, tudod, hogy hol van a feleséged, hol lakik, te is mostanig ott laktál, szerintem nyugodtan. Hát én nézett nagyon furcsán rám, hogy mondjam, hát mondom, ki akarsz békülni, vagy nem? Ez a recept. Hát vagy 4 nap múlva telefonál, az egy hülyeség az egész, a feleséged meglátta a rózsát, fötözve, eltakultat, nem működik, ez nem működik. Hát mondom, te, penicillint benyomják a fenekembe, nekem sem működik egyből. Tehát hogy mondjam, legszívesebben abba hagynám én is, de azt mondom nekem, hogy nem szabad meg. Hét múlva csak megjön az eredmény. De ha mondom én is, a szeretet parancsai ilyen, hogy nem hagyjuk abba. Na hát, a 9 nap múlva telefonás, ez egy Csaba testvér, a virág vízbe van. Na, nagyszerű, nem hagyjuk abba. Na és
Hát azt hiszem 18 vagy 19 nap után hívott, hogy meghívt a vacsorára a feleségével. Nagy finom vacsorát tartottam, ügyesen, minden. Jókot tartottunk meg mindent, és nem hátra néztünk, hanem előre. Igen, én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus nem bóvlit árul, amikor azt mondja, hogy szeressétek egymást. Merjük egymás iránti szeretetünket kimutatni. Ugye én nem csak gyerekeket fogadok be, hanem sokszor egész családokat, az asszony, elhagyja, férje, nem tudom. Múltkor is jött egy ilyen asszony, a két gyerekkel. Hát, hogy az a férje, hogy megvert, és elhajtott, és most mit csináljon? Hát, mit mondjon ilyenkor az ember? Hát, van egy vendégszoba, cuccolj be, majd csak lesz valahogy. Hát, általában úgy szokott lenni, hogy 3-4 hét után a férje azért elfogynak a tiszta ingek, ruhák, vagy mondjam, kamra is kiürül, nem tudom, mit éles. Akkor szokott hívni, mert a férfi is hív, hogy hol az ő felesége, hát itt van, az küldjem haza. Hát mondom, hogy helyesen itt van. Azt mondja, hogy fel fog jelenteni. Mondom, jól nézünk, én magának a gyerekét etetem, maga meg fenyegetni. Hát szépen legyen 300 virágot, jöjjön el, mosolyogjon rá, kérjen bocsánat, ugye haza. Azt mondja, hogy ő nem jártál sem el, ilyen hülyeségben neki nincs pénze. Inkább azt mondja, hogy feladossza magát. Hát mondom, én is szórakoztam, hogy hát mondom, ne haragudjon, azért mégiscsak egy kötél többbe kerül, mint hát. Nem tudom, hogy tényleg. A többek nem fog ilyennel viccelni, mert ez a mat lehet, tényleg felakasztottam magát. Na, persze a szomszédok revágták, egy hétig nem is beszélt, úgy elintézte a gigáját. Hát akkor megint hív, hogy hát mi nem külön haza az asszony. Hát mondom, nem akar haza. Igen, már ilyen hitvány, meg olyan. Hát mondom, olyan hitvány lenne, akkor maga nem hívogatná engem. Na, jöjjön utána, szépen, virág, megint elmondozik. Mondókával, és azt mondja, értsen meg a magyar ember olyan, mint a fenyő, az inkább törít, nem hallik, hogy melyik vonatban. Hát gondoltam, mennyi esze van, tényleg megcsinálom. Hát én vettem egy csokó virágot, hogy oda sombordáltam a feleségünk, a férjek küldtek. Azt mondja, ne hazudjon. Viszont az én férjem nem ilyen virág küldögető fajta. Mi ment hozzá, én nem tudom. Próbáltam ezt is mondani, azt is mondani. Mondom, na nézze meg, ez a férfi magán szeret, ez nem szeret. Hát hogy ne szeretném? Mondom, nézze, itt vagyok 61 éves. Senki a világon nem akar értem meghalni, nem? Hát ez ilyen magáim, ez a férfi már felakasztotta magát, és éppen holat alá kész, hát tudom, mit csinálja? Ez olyan hülye. Hát mondom, nem, hát hazamegy, körülnéz, se asszony, se gyerek, semmi, üres a ház, nincs értelme az életének, így azt mondom, hogy meg kell neki halljon, mert nincs. Hiányzik maga, hiányzanak a gyerekek, szereti magát, értsen. Mert jó fog oda nézett, azt mondja, atya, de akkor mi nem mondja? Testvérem, mi nem tudjuk kimondani egymásnak azt, hogy fontos van, hogy szeretnek téged, hogy jobb lenne veled a világ, mint nélküled. Mi nem merjünk egymás kezét megfogni. Sokszor a menyünket, a vejünket, a szomszédunkat, a gyerekünket, mennyit tudjuk ócsálni, mennyit tudjuk szívni ezt a világot, nem? Mennyi, hogyha 5 milliárd éve ugye megteremtett ezt a földnevű projektet, azóta futtatja a tudósok szerint, és akkor mi körülnézünk, már 16 évesek vagyunk, és azt mondjuk, milyen gagyi. Hogy esett a mennyi atyának, nem? Szoktassuk magunknak a lelkünket arról, hogy dicsőítsük az Istent, aki ilyen szép dolgot teremtett, hogy ennyi csinos lány, mindenkinek külön gattafát teremtett, két egyforma nincsen, ne? És mennyi ügyesség van a gyerekekben, fiatalokban, lelkiség, meg a sáros földön ilyen finom hagyma nő ki, ne? Csoda! Azt gondolom, nagyon-nagyon fontos, hogy a lelkünket emeljük a Teremtő Istenünkhöz, és egymást is az örömre, jókedre, derüle vitt. Szent Ferenc atyánk régebb azt mondta, amikor ő élt, hogy ha valaki rossz kedvű volt, ő azt mondta, hogy ha bűnt követtél, akkor menj szépen gyógyulj meg, de itt ne roncsd a levegőt. Ne hagyjuk, hogy a másik nyafogjon. Még egy történetet el
kármilyosak az a befektetőnek, többet nem fognak megkérni. Ugye, meg Csepszentgyőről szeretem felé, és hát egy atyafi stopp. Na mondom, hova vett? Felveszed. Szóval meg, haza a büdös, mondod egy csúfot a feleségéről. Az útszínűen húzom az autót, és mondom, szálljunk ki. Azt mondom, mi? Hát mondom, nálam én katolikus pap vagyok. Aki valaki így beszél a feleségéről, az menjen szépen gyakor. Hát olyan nagy kiszállhatnék, ha nem volt, de esteledett, esett is az eső, minden. Hát mondom, mondjon valami jót a feleségéről, és akkor elviszem. Hát azt mondja, hát finom palacsintácsú. Csukja be az ajtót, menjünk tovább. Elkezdtünk beszélni, ez a palacsinta, olyan tőteléket maga, nem lehet tőtelékes káposztát, mint az asszony csinál. Hát de nem is csoda, mi neveljük, malacot is, ami sűrűt, nem tudom, tudjuk mi van abban benne. Káposztos ott a kertbe terem, friss, egészséges, hagyja, itt a négyed kártyát, föltétlen jöjjön el, hogyha erre áll. Felénk. És aztán elkezdtünk beszélgetni. Hát van három szép gyereke, hát unokák is vannak. Hát olyan büszke volt a családja, a feleségére, hogy mi a Bükszádra értünk, mert oda való volt az atyafi, szinte szenti avattuk az asszony. És amikor leszállt, én azon gondolkoztam el most, hogy van. Megkérdezem, hova meg, és egy nagyon csúfot mond a feleségem, büdös kurvának. Hogy tud ilyen mondani? Egy vadidegen embernek, nem? És akkor, amikor megpiszkálom a dolgot, kiderül, hogy hát azért nagyon szereti a feleséget, sőt, büszke is, sőt, egyből elhív, hozzuk, hogy vendégeljen meg, hogy már szeretné lássam, hogy a feleségem milyen ügyes. Hogy van ez itt, testvérem? Én azt gondolom, a gonosz méreként valami ketchupot, hogy ráöntöttem mai világokat, nyafogó, savankás, mindenben hibát látok, állandóan minden kritizáló, mit tudom, válogik. És ott folyik mindannyiunkat. És ha nem figyelünk magunkra, akkor ez van, akkor minden mi is kritizálunk, akkor semmi se elég jó, semmi se elég szép, akkor hibát kapunk a tanárokba, az iskolákba, az orvosokba, a kórházba, a pedagógusokban, papokban, lelkészekben, itt a mindenkiben, politikusokról nem is beszélünk. Nem jól van ez itt, testvérek. Jézus Krisztus, nézzétek meg, sehol nem kritizálj a világot. Eljön közén karácsony estén, hát nem valami, hogy mondjam, na komoly a fogadtatás, elég fapados, ha sikeres, igaz? Hogyha mondtam a gyerekeknek, ha Jézus olyan lenne, mint ti, a karácsony estében haza is mehetett volna, nem? Ha mennyi jöttem, de tényleg azt hittem, ez egy párnak? Csoda! Szegény József itt is, ott is mindenit kopogtam, nem kellett ő is senki. Ne tudd meg, baj, nagy nehezen Istállóban megszülettem, összevegyültem Szénával, Szalmával, borzasztó a gyerekem. Hát én hazajöttem, a mafla Herodesnek elkülült a pirulája, mi katonája volt rá, tehát én ezt nem tudom, idegekkel, nincs valamit, és mennyei diazepa. Hát nem kiakad Jézus, hát biztos neki se esett jó, hogy Egyiptomban menekülgetünk, de még talán befér, igaz? És később is, ott a keresztet, kezébe szegedült meg. És mit mond? Atyám, ezt egy kicsit most elkapkodtál, de bocsáss meg, nem tudják, mit cselekszek, nem rosszak ezek a fiúk, fog ez menni. Többenetes, nem? Vagy mikor ugye feltámadt a Galileai tenger partján, hát azért hátam mögül elévedett volna egy kakas, és Péter fiam, ez mi állva? Nézzek a házfogóhajétól, na ismerjük egymást, vagy nem ismerjük, nem? Szegény Péter, mit mondhatok volna róla? Mester, bocs, meg se születtem, nem tudom. És Jézus ott maradt volna a fene nagy igazával egyébként, megveszedte volna karácsony estéről előről. De milyen szép, hogy nem ezt mondja, nem leszidja Péter a többieket. Mert Péter, szeretsz engem? Igen, na, gyertek meg gyöngyzetek. Megjelentes jó anyja. Milyen szép. Ezt kellene testvéreim megtanulni. Bízzunk egymásra. Merjük egymás kezét megfogni, és nem csak a
családunkba, és ne csak a hittestvéreinket, hanem nyújtsuk ki a kezünket katolikusok felé, protestánsok felé, mindenki felé. Összetartozunk, egy család tartozunk. Menjek országában, nem fog a Jóisten külön asztalt teríteni a reformátusoknak, az unitárusoknak, a katolikusoknak, az ortodoxoknak. Meg kell szoknunk már itt ezzel a földön, hogy összetartozunk. Bízzunk egymásba. Ha nem tudom, sikerült-e meggyőzzen magukat. De akkor lássuk, aki úgy gondolja, hogy el akar indulni ezen a krisztusi szeretet útján, az álljon fel. Aki duzzogni akar, az maradjon ülve. Nagyjából. Hát önök most döntöttek. Ez egy döntés az, hogy felálltak. Kérjük Isten áldását erre a döntésre. Csendesedjünk el. Imádkozzunk az Úrhoz. Jóságos mennyeiatyánk, nagy szeretettel arra kérünk, add áldást erre a gyülekezetre, erre a közösségre, mely te nevedbe összegyűlt. Ad, hogy szépnek lássuk ezt a világot, szépnek lássuk egymást, tudjunk gyönyörködni a te ajándékaidban, hogy szívünket töltse be az öröm, a jókedv, a derű, a vidámság, hogy egymást kezét merjük megfogni, merjünk kiengesztelődni évszázados hibákat, bűnöket, tudjunk megbocsájtani, hogy Kárpát-medence valóban tündérkerté legyen. Közös hazánkat tudjuk felvirágoztatni. Ehhez kérjük segítségedet, áldásodat, Szentfiad drága szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, őrizzen meg minden rossztól, és adjon nektek békességet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm, hogy meghívtad, Jó Isten áldását!